a mikroszkópot az körülbelül 6-7 évvel ezelőtt kezdtem használni. Nem minden esetben használom a mikroszkópot, de minden esetben használok nagyítót. Egy lupét, ugye, azt már 17-18 éve már használom, és folyamatosan, tehát állandóan, és ez egy nagy-nagy felbontású, nagy-nagyítású lupé. Általában a műveleteknek az utolsó fázisai, például egy csiszolásnál, tehát az utolsó simítások például a széleknél, hogy minél precízebb legyen a fogmű, akkor szoktam használni a mikroszkópot, tehát ez egy operatív mikroszkóp is, tehát nem csak azért, hogy ellenőrizzük. Amiben minden esetben kellene a mikroszkópot használni, az pedig endodonciában, tehát a fog gyökérkezelésnél. A mikroszkóp négyszeres, akár toll, akár 25-30 szoros nagyítást tud biztosítani, attól függően, hogy milyen lencséket alkalmazunk. Ez a pontosság, amivel itt tudunk dolgozni, illetve az, amit látunk, az biztosítja a restaurátóinknak a hosszú távú megmaradását.